Sziasztok! Szép jó estét mindenkinek! Itt vagyok, hogy beszélgessünk a Holtsugár könyvesbolt rejtélyeiről. Itt is van Csaba, ezek szerint tudtok kommentelni, szuper, a teszt meg is volt. Sziasztok, sziasztok! Írjatok, hogyha láttok, itt vagytok. Pár percet vártam, hogy biztosan aki akar, azt tudjon csatlakozni. Szóval ebben a hónapban Monika Gutierrez, igen, jól emlékszem, Monika Gutierrez a Holtsugár könyvesbolt rejtélyeit olvastuk közösen, aki egyébként így fekvőben nem jobb. Most jöttem rá, hogy nem értem, miért mindig álló üzemmódban szoktam, vagy négyzetben szoktam csinálni ezt az élőt. Szerintem ugyanúgy látom a kommentjeiteket, úgyhogy lehet, hogy ez a fekvő verzió ez jobb lesz. Jobb lesz utána feltöltve a YouTube-ra. Hello Edmond, hello Judit, sziasztok! Na, egyre többen vagyunk. Szóval itt vagyok, hogy beszélgessünk veletek a Holtsugár könyvesboltról, amit ugye ebben a hónapban egy ilyen limitált kiadásban, ezzel az aranyhaskötővel és az én üzenetemmel, ez még félre van téve valakinek, csak azért fogom ezt, mert az én példányomról lehagytam most az aranyhaskötőt, és meg akartam mutatni nektek. Ugye így lehetett megkapni ebben a hónapban nálam, és ugye azért ezt a könyvet választottam, az volt az apropója, mert most egy éves a Libertin könyvesbolt, és amikor ezt a könyvet elolvastam még nyáron, akkor az volt az első gondolatom, hogy basszus, ha tudnék írni egy regényt, akkor valami ilyesmit írnék a Libertinről. Úgyhogy arra gondoltam akkor már, hogy akkor ez egy tök jó apropó arra, hogyha majd novemberben születésnapunk lesz. Ja, oda nézek, várjátok, nem találtam egy lányoszavaromban a kamerát. Szóval, ha majd születésnapunk lesz, akkor meg tudjam mutatni nektek majd ezt a könyvet, és tudjunk erről beszélgetni, és egy kicsi kapcsolódást éreztem az én könyvesboltom és a Holtsugár könyvesbolt között, úgyhogy majd erről is szívesen mesélek nektek. Minden esetre ugye ebben a levélben leírtam, hát egyrészt egy levelet írtam nektek, másrészt leírtam egy ilyen túlzás regénykezdeményt, de sokan írtátok, hogy mennyire jó lenne olvasni a folytatást. Minden esetre írtam egy ilyen fikciós 3-4 oldalt arról, hogy egy Ágnes nevű lány megnyitja a kedvenc könyvesboltját itt a Margit híd lábánál. Egyébként ennek a főszereplője is Ágnes, szóval minden egyezés nyilván a véletlen műve. Ha már mondtam, hogy Holtsugár könyvesbolt, akkor kezdjük is egyébként. Most mindenki még köszönget, de most már szerintem mindenki megérkezett. Ja, egy dolgot tisztázzunk, sokszor felmerült már, de szerintem fontos tisztázni. A videó elején arról, hogy mi ez a történet, hogy szerintem miért érdemes elolvasni, és hogy nekem hogy tetszett, azt el fogom most mondani nektek. De utána spoileres lesz, mert tényleg akkor van szerintem értelme, szerintem egy ilyen kibeszélőnek, hogyha spoilerezünk. Úgy volt, aki írta már az esti posztom alatt, amiben írtam, hogy majd ne feledjétek, hogy kibeszélő, hogy attól függ, mennyire lesz spoileres, majd jön, és majd ezután olvassa. Úgyhogy csináljunk az elején egy két sketchcsinálót, hogy a szóismétlést is használjam ma este, valószínűleg nem először és nem utoljára, és utána pedig mélyebben kicsit belemászunk a történetbe, hibák, nem hibák, én még egy elírást is találtam, biztos van több is, de egyet, ami kifejezetten zavart, úgyhogy fogunk mindenféléről beszélgetni, de az elején akkor kezd csináló azoknak, akik mondjuk rátaláltak most erre a videóra, és kíváncsiak, hogy egyáltalán mi ez a Holtsugár könyvesbolt rejtélyei című könyv, és nekik való-e. No, azt gondolom egyébként ez a könyv, egy ilyen igazi, ha már ez benne is van a történetben, egy igazi feel-good olvasmány, egy ilyen nagyon jó hangulatú, amiben tényleg, ahogy a szereplők is leírják ebben a könyvben, mi ez a feel-good olvasmány, az, amikor a szereplők nem hősök, nem történik semmi egetverő, brutális cselekmény, minden esetre egy ilyen jó hangulatú, kedves, bájos történet, egy többnyire jó lezárással. Ez a könyv szerintem tökéletes erre a szomorú őszi időre, most már nyilván megyünk át a télbe, szerintem egy picit még télies olvasmány, és kicsit nekem a karácsonyt is hozza, úgyhogy szerintem tényleg tökéletes erre az időre, és a szereplőkről akkor mesélek egy picikét. Ugye az alapvető történet, ami miatt szerintem egyébként tök jó, most szerintem nem zavar valami, úgyhogy ezt most ne haragudjatok, de ki kell, hogy javítsam. Ami az alapvető történet, bocsánat, akit zavar, az most ne figyeljen, csak fejjel lefelé raktam be a telefont, és ez borzasztóan idegesít. Aha, nem lehet elfolytani felvétel közben, jól van, akkor most már így maradunk. Ezt is megtanulta Ági. Szóval akkor marad így, és akkor ott lefelé nézek. Szóval
Ami nekem tökre tetszett ebben a történetben, hogy az egész úgy indul, hogy van egy Ágnes nevű szereplőnk, nyilván amellett, hogy megismerjük ezt a Livingstone, Edward Livingstone nevű szereplőt, aki egyébként egy ilyen nagyon érdekes, igen, Edwin is így, hogy jó volt, karácsonyi kezd csinálnak. Szóval nagyon érdekes karakter és egy nagyon érdekes könyvesbolt ez a Holtsugár könyvesbolt. Kis túlzással mondom azt, hogy majdnem olyan különleges, mint a miénk. Jó, persze a Holtsugár könyvesbolt egy kicsikét különlegesebb talán. Egyrészt Londonban van, nagyon különleges a negyed is, ahol van ez a könyvesbolt. És olyan a helyből adódóan, hogy az emeletén egy ilyen üveg teteje van tulajdonképpen, ahonnan tulajdonképpen tudják esténként nézni a csillagokat. Hát ezzel mi nem nagyon tudunk versenyezni innen a Margit híd lábától, de a mi előnyünk az az, hogy ez egy létező könyvesbolt szemben a Holtsugárral. Na, viccet félretéve, szóval ez az Edward Livingstone a főnök ebben a könyvesboltban, ahol szerintem egyébként tök jó karakterek mozgolódnak. Egyrészt van egy író, aki mindig ott ül a sarokban, és folyamatosan írja a regényét. Van egy Twist Oliver nevű kisfiú, akinek az anyja egy ügyvéd, és tulajdonképpen gyermek megőrzőként használja ezt a könyvesboltot, és folyamatosan lepasszolja a gyereket délután. Ez a kisgyerek egyébként imádja az űrutazást, az astronauta akar lenni, úgyhogy nyilvánvalóan az emelet és a tető az ő különleges helye, és folyamatosan ott van a boltban minden délután, minden nap. Egyébként valahol kicsit azért ez egy szomorú jelenség, hogy az anya viselkedik a fiával, de mindegy, nyilván egy picit azért fikcióról beszélünk. Akkor ott van az Edward Livingstone-nak a szerelme, akinek egy nagyon fura neve volt. Hát, ha megtalálom így hirtelen, mindig írjátok be. A nagyon fura nevű szerelme, akinek soha nem tudtam, hogy kell ejteni a nevét, úgyhogy csak úgy furán olvastam. De igen, írjátok közbe a Dresden asszony, azt tudom, hogy jó, így kell mondani, de az a furcsa nő, aki mindig berohan az üzletbe, és mindig kell neki valami könyv, és mindig kritizálja, hogy milyen könyvet ajánlott neki az Edward Livingstone. És itt van, igen, ott van az Edwardnak a szerelme, aki egy könyvkereskedő, és könyvkiadó is pontosabban, ugye úgy indul, hogy a Penguin Classics-nak a tulajdonképpen egy olyan típusú kereskedő, aki egy katalógussal járkál a könyvesboltokba, és így ajánlgatja azokat a klasszikusokat, ugye hiszen a kiadó a nagy Penguin House klasszik részénél dolgozik, ajánlgatja azokat a klasszikusokat, hogy vegyék meg a könyvesboltosok. Egyébként ez nem annyira, legalábbis ebben a formában nem annyira létezik már, most nem tudom, hogy ez külföldön mennyire szokás, mennyire van így, szerintem az internet mindent lecserélt, úgyhogy nem hiszem, hogy már vannak ilyenek, hogy valaki tényleg egy katalógussal járkálnak a könyvesboltokban, minden esetre a Sioban, vagy valami ilyesmi a neve, nek ez a Sioban, Sivonnak mondják a filmekben, azt írta Judit, köszönöm szépen, Sivon? Na, akkor a Sivon ezek szerint, vagy a Sioban, úgy van leírva, egy könyvkereskedő, aki aztán kiderül, hogy Tolkien mániás, és meg is veszi egy ponton majd a Tolkiennek a jogait, mert nem tudom, 12 éve alapított a történet jelenéhez képest egy könyvkiadót, aminek a Gyűrűk urából szerzett címe is van a könyvkiadónak, és az a vágya, hogy egyszer kiadjon Tolkient. Ugye a történet egy pontján, nagyjából a felénél el is jutunk odáig, hogy Siobannak vagy Sivonnak sikerül megszereznie az örökösöktől a Tolkien leveleit, és ezt szeretné kiadni. Úgyhogy egy picikét egyébként belelátunk így a könyvkiadási világba is, és nyilván Edward Livingstone révén egy pici könyvesbolt működésébe is. Ugye a történetben miután megismertük a szereplőket, nagyjából fölvázoltam nektek, hogy kiket, azután egyszer csak ugye felmerül az a gond, hogy az Edward már nem győzi a munkáját, ezért kisegítő munkatársat keres. Szerintem egy picit fura a fordításban ez, hogy kisegítő munkatárs, de aztán lehet, hogy ezt így használják, én azért ritkán használom, vagy ritkán hallom ezt így. Minden esetre kisegítő munkatársat keres, és ekkor megismerjük Ágnes Mártit, a spanyol Barcelonában élő régészlányt, aki ilyen egyiptomi kutatásokat végez, és az az álma, hogy a British Múzeumban dolgozzon, úgyhogy fogja magát, és az álma nyomába ered, és elmegy, hát hova máshova, Londonba, hogy bekerüljön egy múzeumba régészként, elutasítások sora, mire egyszer csak, hát Londonban vagyunk, úgyhogy leszakad az ég, és sétálgatott London utcáin, el is téved, és egyszer csak meg ott találja magát a könyvesbolt előtt, bemegy, és útbaigazítást kér, hogy
hol találja azt a metrót, ahova mennie kell, és akkor szóba elegyedik az Edward Livingstone-nal. Egyébként szerintem, és akkor itt mondom is, hogy szerintem ami ennek a könyvnek az egyik különlegessége, amellett, hogy tényleg egy nagyon jó feel-good olvasmány, és szerintem tök igényesen van megírva, baromi igényesen van megírva, nagyon jók az irodalmi utalások benne, hiszen egy könyvkereskedő, egy könyvesboltos és egy könyvesboltos életéről, mindennapjairól látunk szemelvényeket, ezáltal nyilván elengedhetetlen, hogy tele van irodalmi utalással. Hozzáteszem, a szerző olvasás népszerűsítő, úgyhogy valószínűleg nem véletlen ez a kapcsolódás, hogyha jól emlékszem, akkor sokat tesz azért, hogy az olvasást népszerűsítse. Igen, blogol, meg sokat posztol olvasmányokról. És na, tehát eljön az a pont, azt hiszem ott tartottam, hogy igen, hol tartottam? Most kicsit elkalandoztam, hogy belenéztem, hogy a szerzőnek mi a titulusa. Szóval, hogy igen, ott tartottam, hogy az a könyv nagy előnye szerintem, hogy baromi szellemes. Nagyon sokszor jönnek be úgy a boltba hozzám olvasók, hogy olyan könyvet keresnek, amit tudnak nevetni. És nagyon nehéz szerintem olyan könyvet ajánlani, ami lehet nevetni, mert lehet ajánlani Rejtőt, de Rejtő humora már sokaknak szerintem nem biztos, hogy ma igazán vicces tud lenni, meg ez ízlések és pofonok. Szoktam olykor Backman-t ajánlani, mert szerintem a hétköznapi szorongásokban vannak nagyon szellemes részek, az egy tök jó könyv. Viszont ez szerintem egy tipikusan olyan könyv, amit én nagyon sokszor felnevettem. Nagyon jók a párbeszédek, kicsit nekem egyébként, ez most jutott eszembe, ezt a Gilmore Girls-ös párbeszédes hangulatot hozza, sok-sok belső utalással, iróniával, szarkazmussal, úgyhogy én nagyon szerettem, és baromira láttam magam előtt filmszerűen az egészet, szóval szerintem egy tök jó kis film is készülhetne belőle. Igen, szóval, hogy megismerjük a szereplőket, itt van Ágnes, aki egyszer csak megjelenik a boltban, és ja, és onnan is jutott eszembe, bocsánat, hogy kicsit szét vagyok már itt esve, az is jutott eszembe, hogy az első beszélgetésük Edvarddal már szerintem baromi vicces. Ugye, hát miről van szó, ez egy régész lány, ezt bejelöltem, remélem megtalálom, ugye ez egy régész lány, aki elkeveredik és belép a boltba, és ugye az első mondata az, hogy feltételezem Dr. Livingstone. Mármint, hogy ez David Livingstone eredeti naplója. Mert ugye Edward Livingstone David Livingstone leszármazottja, David Livingstone pedig felfedező. És én nagyon szerettem a lábjegyzeteket, de mindjárt erről is beszélgetek veletek, hogy ti szerettétek-e. Mert hogy ugye az első mondata Ágnesnak egy utalás Dr. Livingstone és Harry Morton Stanley 1871-es Tanganyika tó melletti találkozására. Hát ez egy legenda, ugye, mármint ez a része a történetnek, hogy az a New York Herald újságírója elment megkeresni a két éve eltűnt, felfedezőt David Livingstone-t, aki a Victoria vízesést felfedezte. Ezt egyébként ebből a könyvből tudtam meg én is, szóval már ezért megért elolvastam ezt a könyvet. És ugye elvileg a New York Herald újságírója ezekkel a szavakkal üdvözölte a két éve eltűnt David Livingstone-t, hogy feltételezem Dr. Livingstone. És nem tudom, szóval ez tök vicces, hogy így már így indul az ő párbeszédük, na és tele van ilyenekkel. Szóval, hogy én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, nem csak azért, mert nekem is van egy könyvesboltom, hanem azért is, mert szerintem tök jól meg van írva, és szerintem jó a fordítás. Legalábbis amennyire meg tudtam ítélni, úgy az embernek sok olvasás után vannak érzései arról, hogy valami fura, meg nehéz lehet ezeket a egyébként nagyon angol poénokat is, meg szövegkörnyezetet azért lefordítani, és szerintem ez jól sikerült. Meg is nézem, meg kiemelem, és mindig meg szoktam nézni, hogy ki a fordító. Mester Ivon, nem ismerem, de szerintem jó munkát végzett. Szóval aztán pedig, ami meg a címet illeti, szerintem egy picit viszont az nem annyira szerencsés, mert ezzel a borítóval és ezzel a címmel egy picit komolytalanabb a könyv, mint amilyen szerintem egyébként. Az eredeti címe Dr. Livingstone? Dr. vagy Edward Livingstone? Vagy Livingstone úr könyvesboltja? Szerintem az sokkal szerencsésebb lett volna. Livingstone, vagy esetleg arra gondoltam, hogy Livingstone úr varázslatos, vagy csodálatos, vagy különleges könyvesboltja? Szerintem sokkal szerencsésebb lett volna, mert ezzel a Holtsugár könyvesbolttal nem tudom, meg a rejtélyeivel van igazából bajom. Tehát
mert sok olvasót szerintem ez félrevezet. Mi az, hogy rejtélyei, arra vársz, hogy valami történik, vagy misztikus lesz. Na most ebben ilyen szempontból nincs misztikum, és ugye mi a rejtély? Az, hogy a történet fő konfliktusa valójában az, hogy eltűnik ennek a David Livingstone-nak a naplója. Ugye, mint mondtam, Ágnes belép a boltba, és egyből David Livingstone naplójával szembesül, ami Edward öröksége, és ami egy ilyen vitrínben ki van állítva. És nagyon óvják, és ez eltűnik. És jön egy nyomozó, a John Lockwood, ezek a klasszikus nevek, Edward Livingstone, John Lockwood, és ő kezd el nyomozni, mint volt MI5-os, vagy Scotland Yardos, csak MI5 volt egyszer a vicceskedés része, de hogy mint egy nyomozó, egy Scotland Yardos nyomozó elkezd nyomozni, hogy hova lett ez a napló, és közben nem tudom, innen már lehet, hogy spoileres lesz, hogy mi történik, úgyhogy azokat, akik esetleg nem nézik, vagy nem olvasták ezt a könyvet, de nézik az élőt, és nem szeretnének spoilert, azok ezen a ponton szerintem lépjenek ki. Nagyon sajnálom, hogyha kevesebben leszünk, de tényleg most már érdemes lenne spoileresen beszélgetni egy picikét, kicsit följebb állítom. Meg mindjárt megnézem, miket írtok, mert most már azért rengeteg... Igen. Na, itt is van például, igen, amit kihagytam, és a Timi írja, és tök jó, mit ír, hogy, és ezt ki is hagytam valóban, hogy amit én nagyon szellemesnek találtam ebben szintén, hogy ebben az univerzumban, ugye minden a könyvkiadásról, könyvkereskedésről szól. És már az elején megtudjuk, hogy van egy legzsémbesebb könyvkereskedőnek járó díj, a Scrooge díj, ugye a Dickens karácsonyi énekből jön ez a elnevezés is, és hogy jelölik minden évben Edwardot erre a Scrooge díjra, és pont Timi írja, hogy egyáltalán nem találta zsémbesnek Edwardot, és úgy furcsálta, hogy ráerőltették ezt a mogorva jelzőt, vagy ezt a szerepet. Van benne valami, de közben meg megértem az írónak az aspektusát, hogy ez egy tök szellemes ötlet, nekem is baromira beégett, és szerintem velem marad egy jó darabig, és nem csodálom, hogy ezt nem tudta kihagyni, hogy Scrooge díj, amit, mivel mondtam, hogy spoileres, ezért a végén ugye Edward meg is kap tulajdonképpen, és aztán ott hagytam abba az előbb a történet elmesélését, hogy ugye Ágnes és John Lockwood, a nyomozó, egymásba szeretnek, és akkor aztán kiderül persze a naplónak a sorsa is, hogy valójában a kis Twist Olivier tette el a naplót, és ugye ez a nagy rejtély, és olvastam egyébként ilyen véleményt, hogy ez nem tetszett, vagy ez volt félrevezető néhány embernek, hogy hú, mekkora rejtély, hogy miért ez a címe is félrevezető. Egy picit ezzel egyet tudok érteni, és egyébként nagyon sokatoknak amúgy tetszett a borító, az minden esetre biztosan nagyon szép rajta, ez az arany hatás, meg ez a tapintás, én azt nagyon szeretem, viszont nem tudom. Szó. Az baromi jó persze, hogy egy könyvesbolt van rajta, meg ugye egy macska is mindig bent kavérnyászik a boltban, de nem tudom, én most nem is tudom, hogy ez most a magyar borítóter, vagy pedig ez innen nem derül ki. Innen nem derül ki, hogy ez most a magyar borítóter, és ezt nem néztem meg, de szerintem a magyar, na mindegy, nekem ez kevésbé jön be, szerintem ez is egy kicsit kevésbé teszi komolyjá, meg ez a női alak lett egy kicsit gyengó, szerintem, bocsánat. Na nézem, miket írtok. Igen, és hogy nagyon sokat veszítenénk, hogyha nem lennének lábjegyzetek. A lábjegyzetekre azért utaltam, mert ezt is olvastam valahol, hogy nem szerették a sok-sok lábjegyzetet, és én is úgy voltam, mert hogy megakasztotta az olvasásban őket, vagy hát akiknél olvastam ezt a kommentet, vagy valakit megakasztott, és engem egyáltalán nem zavart. Én nagyon szerettem, és nagyon sok irodalmi utalást nem értettünk volna, hogyha ezek nincsenek leírva. Egyébként nyilvánvalóan ez a magyar fordításban van, csak így. És én például szerettem, engem nem zavart. De így azt mondja Orsi, hogy egy másik könyvben is volt az a Livingstone idézet, és nem tudta hova tenni. Tök jó, mert innentől kezdve például ezzel biztos többek lettünk, hogy ezt a Livingstone történetet tudjuk. Én emiatt már nagyon hálás vagyok ennek a regénynek, mert nagyon szerettem. Valaki írja, hogy csapongónak érezte.
mennyivel szebb lenne a világ, ha minden Olivernek lenne egy holtsugár könyvesboltja. Számomra is ez volt a legszomorúbb vonása a mesének. Igen, írjátok, ugye az anya, aki hátra hagyja folyton a fiát, vagy nem foglalkozik vele, és még a Dada is elmegy érte az iskolába, nyomkodja a telefonját, és kirakja a bolt előtt. Igen, írjátok páran, hogy kiléptetek, szuper. Mármint az nem szuper, csak hogy így átment az üzenet, hogy akkor ne olvassátok. Igen, írjátok még néhányan, hogy elköszöntetek, szuper. Igen, az ötlet nagyon jó, én is értem, emiatt erőltette a mogorvosságot, közben nem egy olyan embert ábrázol, ezt írtam most Timi az előzőre. Szerintem Livingstone úr erőltette, hogy már pedig ő mogorva, aki nem érti ezt a fajta humort, lehet mogorvának tűnik. Nekem kicsit gyermeteg, na ez is egy tök jó jelző, ez nem jutott eszembe, de köszi Timi a kisegítést, valóban gyermeteg a borító a könyvhöz. És igen, lehet, hogy egy ilyen kevésbé, nem tudom, gyerekes, rajzos verzió, talán egy más stílusú grafika jobban illett volna. Tabák Miklós munkája, így, akkor bocsánat. Remélem, nem bántottuk még nagyon, de hát szerintem ízlések és pofonok, és biztos ennél rosszabbakat is, és jobbakat is hallottak már. Én imádtam a történetet, bájos, könnyed, mégis vannak benne olyan mély gondolatok, amiket örökre feljegyeztem magamnak, a lelkemnek nagy szüksége volt, jaj, erre most írja Szilvi, de örülök. Én a rejtélyeit túl gondoltam a borítón, a szereplők egyénisége, lelke is rejtélyes. Aha, tehát arra mondod, hogy túl gondoltad, hogy emiatt érzed így, aha. Nem értek egyet, ilyen borítóval és címmel mégis milyen rejtélyekre számított bárki. Egy kedves kis ötlet, ami nem, nekem nagyon tetszett, viszont nekem mindig zavaró ez a sok lábjegyzet, írja Timi. De ez a szép, hogy másik gondolkodunk. Nem tudom, értetek, kérdéseket vetettem fel, senki nem számított semmire, sőt egyébként engem nem is kifejezetten zavart, én csak reagáltam arra egyébként, hogy olvastam valahol, hogy valakit ez félre vezetett, és felvetettem ezt a verziót. Engem túlzottan nem vezetett félre egyébként, csak elmondtam mások véleményét. Annyira lehetett volna olyan bomoárszerű borító, elegánsan, oldisan, igen, ahhoz tök, az jobban passzolt volna hozzá, egyetértek. Igen, a női alak másnak se tetszik nagyon. Nekem pont, hogy nem volt elég gyermeteg a borító ehhez a történethez, és ennél jóval komolyabb történetet vártam a borító és cím alapján. Hú, de máshogy gondolkodunk erről. Na hát, látjátok, mi ebből a tanulság? Ezért baromi nehéz borító tervezőnek, meg grafikusnak lenni, mert ennyire mást gondol mindenki erről. Hú, most nem kattintok rá, mert nem tudok kilépni, de majd megnézem máskor a borítót. Írjátok, hogy nem olvastátok volna amúgy. Na jó, menjünk tovább, hogy hagyjuk ezt a borító témát, de látszik, hogy ez mindig nagyon érdekel benneteket. Mondjuk abban igaza van Csillának, hogy a borító a történet mesés jellegét igyekszik tükrözni, ebben van valami, mert tényleg a mesei vonal így jobban beugrik, de szerintem lehet, hogy több olvasót megtalál, ha, bár a franc tudja, lehet, hogy így talál meg több olvasót egyébként. De írja valaki, például Petra, hogy mesekönyv jut eszébe a borítóról, más pedig, hogy barátságos. Na, hát tudtam, a borító téma az mindig nagyon ős mindenkinél, de lépjünk ezen tovább, hogy borító. A címről mi a véleményetek? Azt is megbeszéltük, a borítóról mi a véleményetek? Igen, kivitelezés, karakterekről beszéljünk még esetleg egy kicsit. Pont ma volt egy olyan mondat itt valakitől a boltban, hogy én miért nem mezítláb vagyok, mint az Ágnes a holtsugárkönyvesboltban, és aztán olvastam egy ilyen kritikát is moly.hu-n valakitől, aki lehúzta a könyvet. Egyébként nem igazán értek egyet a negatív, az ilyen nagyon negatív kritikákkal, hanem megint az a baj, hogy a helyén kell kezelni a könyvet, tehát hogy a tyúk vagy, nem az, hogy az alma vagy a körte, tehát nem egymáshoz hasonlítani, nem lehet teljesen más stílusban, meg más céllal megírt történeteket, ez nem akar több lenni szerintem, mint egy ilyen feel-good olvasmány. Na mindegy, szóval moly.hu-n van néhány negatív kritika, ehhez képest tök jó, hogy én nem olvastam azokat olvasás előtt, mert engem nagyon meglepett a könyv, és elkezdtem olvasni, emlékszem augusztusban, és így beszippantott, és kettő, hát nem tudom, egy nap múlva, másfél nap múlva már elolvastam, úgyhogy nagyon, nagyon szerettem, és ezért akartam, hogy olvassátok velem, hogyha van kedvetek. Mit akartam? Karakterek, igen, mezitlábas Ágnes, igen, és valaki ezt kommentelte, vagy kritizálta, igen, hogy milyen hülyeség ez, hogy ő télen mezitláb járkál a könyvesboltban. Szerintem ezek is mind a mesei jelleghez adnak egyébként hozzá, ezzel egyet tudok érteni. Én nagyon bírtam a karaktereket, tehát, hogy bárki kérdezte, én pont ezt emeltem ki benne, hogy nagyon
érdekesek és jók a karakterek, és valahogy tényleg egy olyan különleges világot hoz, ami tényleg egy könyvesbolthoz baromira passzol. De például egyet is láttam, hogy valaki meg azt írta, hogy nagyon két dimenziók a karakterek, jelentsen ez bármit is. Írjatok még kérlek borintón túl is véleményeket. Mit szóltatok a... Számítotok-e például a szerelmi vonalra? Mondjuk nyilvánvalóan számít az ember, hiszen alapból ez az úgy szeretlek, ahogy még soha senki mást, a könyveimet is beleértve. Van egy ilyen mondat rajta. Egyébként, ami csomó ember jelöltem, úgyhogy akár mondhatok is ezekből, nagyon sok ugye olyan irodalmi utalás van, amit mi nem ismerhetünk, mert nincsenek lefordítva, egy csomó olyan könyv, ami nincs lefordítva, de például azért a szívemnek nagyon kedves volt, amikor a 97. oldalon a Stoner-t olvastam, imádom azt a könyvet, és nagyon-nagyon szerettem, hogy behozta, de hát nyilván az is egy angol szerző azért, úgyhogy az nagyon látszik, hogy nagyon erősen angol szerző könyveit hozza be. Talán nem tévedek, hogyha mind ilyen, de most ebben nem vagyok egészen biztos. Ez csak most jutott eszembe. Meg például a 73. oldalon olvastam erről a Marx & Co-ról, ami ugye a lábjegyzet szerint az 1920-as években alapított, nagy népszerűségnek örvendő hírességek által egy sűrűn látogatott könyv antikvárium, ami 1970-ben zárt be. És egy nagyon sok minden volt, amit elkezdtem utána például megnézni Google-ben, és például ezt sem ismertem. Vagy mondjuk az elején az Ágnes ugye a barátnőjéhez a nem tudom melyik londoni állomásra megy, és akkor csak egy ilyen kis félmondatos megjegyzés, hogy sosem értette, hogy miért nem ezt írta meg Rowling a Harry Potter, ahol a 9. és 3. vágány van, tehát a Harry Potter vasútállomásának, ahonnan indulnak a gyerekek Londonból, hogy miért nem ezt, miért a King's Cross-t, mert hogy sokkal különlegesebb ez a másik állomás, ahol a barátnője dolgozik, szóval hogy nekem ezek a pici utalások nagyon tetszettek. Na, most közben látom, hogy megint jöttek kommentek. A karakterekre írtok, úgyhogy nézem miket. Valaki írja, hogy nekem is legjobban az a gondolat tetszett a könyvben, és az volt, hogy sokszor eszembe jött, hogy indokolatlanul címkézzük magunkat. Nem csak a foglalkozásunk vagyunk, vagy nem csak a családi állapotunk, hanem rengeteg minden egyszerre. Én ezt viszem magammal, jaj, de jó, amit írsz. Hú, ez nagyon jó, Timi, köszi. És valóban, ugye ez Ágnes, amikor sírdogál, hogy nincs munkája régészként, akkor mondja neki például egy barátnője, meg szerintem talán a Livingstone is mond egy hasonló gondolatot. Simán el tudom képzelni, hogy mezitláb szaladgálsz a boltban, miközben például Dragomán irogat az arany kanapén, az olvasók pedig beugranak a havi közös könyvért. De jó. Jó az a mondat. Köszönöm szépen, Alexandra, hogy el tudod képzelni. Felfáznék, de egyébként végül is miért ne. Nekem nagyon tetszett a történet, imádtam a humorát, nekem az egész nagyon bejön, láttam magam előtt az egész történetet, a karakterek nálam éltek. Jaj, de jó. Örülök, Petra, hogy így érezted. Tudjátok nekem, mi volt a fura? Kérdezi Timi. A szereplők terjengős megnevezése is sokszor. A szőke könyvkiadó hölgy és hasonlók. Igen, ez az a stílusa. Engem nem zavar, de nem is nagyon vettem észre most, hogy mondod, mert megnézem. Engem kicsit zavart a sok üres oldal, ragaszkodtak ahhoz, hogy jobb oldalon kezdődjön a fejezet. Aha! Sokszor azt mondod, hogy amikor úgy végződött, aha, ez is egy döntés, hogy akkor ezen az oldalon például teljesen üres, és ez akkor szerencsétlen, amikor mondjuk a jobb oldal tetején végződik a szöveg, nem tudom, ilyen például volt-e. Érdekes egyébként, hogy ez téged zavart. Ugye itt van egy ilyen eset, hogy mondjuk itt záródik a szöveg, és akkor itt egy egész oldal üres. Engem megmondom őszintén, nem zavar ez. Nyilván könyvkiadói szempontból ezt sokszor úgy szokták, hogy ezt elegánsabbnak tartják ezt a megoldást, soha nem tudom, hol nézek, elegánsabbnak tartják ezt a megoldást, meg szolgálhat arra is, hogy kicsit nyilván több legyen az oldalszám. Engem nem zavar, sőt, megmondom őszintén, én még szeretem is, amikor ilyen ezen az oldalon kezdődik, de hát tényleg megint kiderül, hogy nagyon különbözőek vagyunk. Nekem nagyon tetszett, az egyik karakter sem tud szabadulni a könyvesboltból. Nekem nagyon tetszett, hogy egyik karakter sem tud szabadulni a könyvesboltból, ott találnak megnyugvást, igen, és menedéket, ahogy én is szoktam hangsúlyozni, hogy nálunk is sokszor tapasztalom ezt.
Jó, hát Harry Potteres utalásoktól hemzseg, hál' Istennek, ezt mindig szeretjük. Nonchi írja, hogy a karakterek fogták meg őt is a legjobban. Annyira hihetetlenül szerethetők mind, még az őrült nő is, aki mindig berohan új olvasmányért. Hát imádtam azt a nőt benne, és mennyi szellemes. Egyébként azt hiszem, sőt biztos is, hogy... Ja igen, ezt tették ugye ide is a főrre. Ezen a héten milyen olvasmányhoz volna kedve? A nő egy másodpercig sem habozott a válaszsal. Valami horrorhoz. Javítson ki, ha tévednék, de mintha a Stephen King-el már leszámolt volna. Kinget nagyon szeretem, de most egy új szerzővel próbálkoznék. Mi az, ami önben félelmet kelt? Dresden asszony vállat vont, és Edwardnak csak akkor tűnt fel, hogy a nő otthoni papucsban lépett be a boltba. Úgy sejtem, ön már semmitől se fél, jegyeztem meg. Fiatal koromban rettegtem az adóbevallástól, nagyanyám derűs történeteitől és a náci éjszakámtól. Az utóbbi megjegyzés arra inspirálta a Livingstone urat, hogy ott hagyja vevőjét, majd Mary Shelley Frankensteinjének egy szép olajzöld vászonkötésű példányával térjen vissza a romantikusok sarkából. Ez itt, figyelmeztette az asszonyt, mielőtt átadta volna neki a könyvet, a valaha írt legfélelmetesebb könyv. Úgy tudom, egy szörnyetegről szól. Ott leszek veled a nice éjszakádon, idézte fejből Livingstone úr. Hát, mi lehet ennél félelmetesebb? Nagyon szerettem egyébként azt, tényleg rengeteg, és mindig a poénok, ráadásul rá vannak kötve irodalmi utalásra, zseniális. Egyébként tényleg baromi félelmetes a Frankenstein, én egyetemi, minek hívják, érettségi tétel volt, úristen. Ebben szinten én megküzdöttem azért vele. Nekem külalakra még azt tetszett, hogy szélesebbek a lapok, ez sokkal kényelmesebbé tette az olvasást, szépen lehetett kinyitni, fogni, látni, ez volt az első benyomásom róla, persze azon kívül, hogy tényleg szép. Egyébként igen, szerintem is ezek a dolgok, ha már így belementünk, nagyon fontosak. Én is szeretem, ha ki lehet nyitni egy könyvet, és uram, bocsá, ha engedi a borítója és nem törik meg, akkor még ezt is szeretem. Olyan jó így olvasni, bármennyire fájdalmas, és ez... Az a jó, hogy ebben a könyvben itt nem történik vele baj. Míg a barátság történeténél ugye nyilván a vastagságából adódóan nekem betört a gerince. És az olyan csúnya utána a polcon, amikor be van törve a gerince. De ez a könyv tényleg kivitelezés szempontjából tök jó. Szerintem egyen lehetett volna jobb a borító, de amúgy egy tök szép könyvtárgy és tök jól sikerült. Olyan érdekes, annyira angolos Londonban játszod a könyvet olvasni, egy spanyol szerzőtől. De jó meglátás ez, Bogi. Teljesen igazad van. Nagyon londonos, nagyon angolos az összes utalás is, és tök igazad van, basszus, hát spanyol a szerző. Valószínűleg nagyon angolmániás. Vagy az is lehet, hogy élt ott sokat. Sajnos ezt nem tudom. Miközben Barcelonában született, és jelenleg is ott él. Az angol irodalom szerelmese, úgyhogy valószínűleg angolmániás. Sióban és Livingstone úr szerelmi szála jobban tetszett, mint Ágnesé. Na tessék, egy tök jó felvetés. Meséljetek, mit gondoltok Sióban és Livingstone úr szerelmi száláról a végéről? Amúgy szerintem tökéletes a vége. Nagyon fontos szerintem, hogy hogy záródik egy könyv, és én azt hiszem, hogy ennek a könyvnek... Tényleg a lehető legjobb befejezést választotta. Szerintem nagyon-nagyon jó. És mit gondoltok Ágnes és Lockwood szerelmi száláról, és mit gondoltok Lockwoodnak a helyzetéről, hogy titkolnia kell, hogy már nincsenek is együtt. Az egészen furcsa helyzet, hogy a volt barátnője erre kéri, akivel ugyan jóban vannak, de Nekem a szerelmes vonal kicsit erőltetett volt számomra, enélkül is teljes volt a hangulat, így a Noémi. Nekem nagyon tetszett, kiváló alapanyag romantikus filmekhez szerintem is, teljesen egy ilyen, nem is tudom, nem azt mondom, hogy Nothing Hill, mert azért a sztárom, a párom, az tudjuk, hogy top, meg az igazából szerelem is top, de azért egy baromi jó ezekhez hasonló film lehetne. Aranyos a fordított házassági ajánlat Edward és Siobhan között, igen... Nagyon tudtam azonosulni Ágnes munka... de hosszú, de jó. Ágnes munkakereséssel kapcsolatos nehézségeivel. Néhány hónapja én is elköltöztem az otthonomtól több száz kilométerre, teljesen ismeretlen városba. Én is hónapokon keresztül szenvedtem a munkakereséssel, rengeteg helyre küldtem be az önéletrajzomat, de nem jött össze semmi. Már amikor a teljes kétségbeesés feladás határán voltam, nemrégen megtalált egy olyan szakmai lehetőség, amelyről álmomban nem gondoltam volna, hogy megtalálhat. Mindez ebben a hónapban történt, a könyv olvasásával egy időben.
Hidegrázós volt a kapcsolódás. Úristen, de jó, amit írsz. De jó, Nóra írta. Jaj, de örülök neki. Biztos nincs köze, de akkor is annyira... Neked ez egy felejthetetlen olvasmány lesz egyrészt, másrészt meg ki tudja. Lehet, hogy működnek az energiák, és lehet, hogy azzal, hogy olvastál valami kellemeset, meg ilyen szívmelengetőt, és nem valami fájdalmas, a traumatikusat, amit olykor kell persze, meg dolgozzon a lelkünkben, meg csavarjon belénk, meg vigyünk magunkkal, de szerintem ezekből a könyvekből is tudunk magunkkal vinni. Ha más nem, ahogy az élet napos oldalát lássuk, mert hogy miért ne lehetnének ilyen történetek. Nagyon menő. Gratulálok, Nóra. Az én kedvenc idézetem... Volt valami varázslatos vajas piskótát majszolni és forró csokoládét szürcsölni a ragyogó világítás alatt, a parkettán ücsörögni, a hálózsákon virrasztani, a sok száz könyv hallgatása közepette, elképzelni, hogy talán ez az örökké valóság. A könyvek némasága egy könyvesboltban, záróra után a kötetek végtelen várakozása a csillagos égbolt alatt, csokoládét olmaszatos arccal kuncogni és gyermeki elvágyódással érezni, hogy az ujjunk hegyével súroljuk a tökéletes boldogságot. Igen, ez szép. Olyan jó lenne egyébként, hogyha nekünk itt is olyan könyvesboltunk lenne, hogy mondjuk a plafonon üveg van, és látjuk a csillagokat, és mondjuk nagyobb lenne, és bent lehetne aludni. Annyira menő lenne egy hálózsákokban aludni, ezt rigyeltem a legjobban a könyvből, hogy meg abból a könyvesboltból, abból az elképzett könyvesboltból, hogy láttam magam előtt tényleg a kicsit olyan korlátot képzeltem el, mint nálunk van, ez a kovácsolt vas, ilyen virágmintás, és akkor, ahogy így föl megy az emeletre, és ott ilyen nagyon hangulatos telekönyvvel, és ott lehet aludni. Aj, nagyon menő. Jasmine Jasmine karaktere is helyes volt szerintem a vidéki rokonságával együtt. Én személy szerint imádtam Ágnes Márti régész vonulatot is. A végén micsoda cuki meglepi egy éjszaka üres múzeumban. Igen, az is nagyon jó, hogy Judit írod. Azt is ki akartam emelni, hogy annyira menő ez a randi, hogy egy üres múzeumban randiznak, és ez a meglepetése baromi jó ötlet ez is. Én örülök, hogy ebben az időszakban olvastam, nagyon jól esett a lelkemnek, írja Nicolette, imádtam Londont, a szereplőket, a könyvesbolt hangulatát, és tetszett a sok irodalmi utalás, rengeteg felkeltett az érdeklődésem. A rejtély szó nem kellett volna a címbe, anélkül is megállna a helyét. Jó, amit Orsi ír az üres oldalakról, hogy olyanok voltak neki ezek az üres oldalak, mint egy kis csend, amikor az olvasó levegőt vesz. De jó, vagy a felolvasó levegőt vesz. De jó ez a hozzáállás is. A British Múzeumban játszódó jelenet írjátok, igen. Timi is írja, hogy mennyire szerette azt a részt. Ott van az otthonunk, ahol a könyveinket őrizzük. Jaj, ezt nehogy használjam a mutasd a könyves polcodhoz. Le is írom. Ez jó ötlet. Ott van az otthonunk, ahol a könyveinket őrizzük. Őrizzük. Fontos mondat egyébként, ez jó. Ó, Londonban amúgy tényleg ilyen varázslatos minden könyvesbolt. Júlia, biztos nem voltál még a Libertinben. Láthatatlan zárvatábla. Simán végigjárnám a könyvben említett helyszíneket is Londonban. Mit szóltok? Hát, jó lenne, igen. Egyébként visszautalva kicsit erre, vagy visszaugorva erre a Scrooge vonalra, hogy mogorva, azért így, amikor már másodszor olvastam, akkor én is elgondolkodtam azon, hogy basszus, van egy könyvesboltja, ahol már attól rosszul van, hogy cseng a kis csengő, miközben ebből él, és egyébként nyilván az, hogy a könyvesbolt, mert szeret ajánlani könyveket az embereknek. Kicsit azért volt nekem is némi ellentmondás könyvesboltosként, könyvkereskedőként, de értem, hogy a fikció részeként kellett a karakternek egy nagyon erős jellemvonás, és azért ez volt, hogy ő egy ilyen kis mogorva. Igen, írjátok, hogy tetszett, hogy könyvesboltban aludtak. Én imádtam a 143. oldalt. Ha megöregszem, annyira boldog lennék egy ilyen estén. Melyik a 143. oldal? 143. oldal? Ja, ez volt a éjféli piknik. Igen. Végig erre gondoltam. Ja, igen, írjátok, hogy végigjártok a helyszíneket. A kedvencem, az egyik kedvenc részem az volt, amikor, ha jól emlékszem, egy vásárló azzal ment be a boltba, hogy Alice-t szeretne olvasni. Csodaországban, vagy a tükör másik oldalán? Lehetőleg otthon.
Imádtam. Szerintek mi van az esernyőkkel, London, britek és esernyők? Hú, ezt nem értem érteni ezt a kérdést. 266. oldalt írja Bernadett. Ágnes, ismételte Edward Livingstone, a hely, amire vágyott, nem itt van, mondta a maga páratlan mosolyával, hanem a szívében. Igen. Ja, közben Petra mondja, hogy ugyanígy olvasta magában, ahogy valószínűleg én olvastam azt az idézetet. Nagyon tetszett, amikor Livingstone úr megkérte John-t, ugyan tapossa már össze a zárva táblát, és a csengetjük után, ha már senki nem tiszteli, hogy zárva a bolt. Jaj, közben lejtettem össze. Igen, igen, igen. Nem, tényleg nagyon jó volt. Én szerintem biztos, hogy amikor majd el fogom felejteni már picit ezt a regényt, meg a poénokat benne, akkor újra fogom olvasni, ha valamilyen kis kuckózós, kedves, kozi regényre vágyom, mert szerintem nagyon-nagyon jó. Ha megfilmesítenék, remélem Edwardot Colin Firth alakítaná. Én végig az ő arcával képzeltem el. Tényleg? Én annyira nem, de ez tök jó, ez jó játék. Ti hogy képzeltétek el a szereplőket? Ez nagyon jó. Én a Livingstone urat valami idősebb, köpcös alaknak képzeltem. Egy ilyen kis, nem tudom, egy ilyen 50 közeli, egyébként bájos, kedves, aranyos, inkább tudjátok, nekem Robert De Niro, teljesen, aki tud ilyen kis mogorva is lenni, de közben ilyen halál szerethető, az egy kedvenc színészem, és ezért korban hozzá egy, nem tudom, hasonló korú, nem tudom, Diane Keaton-t, Meryl Streep-et képzeltem el Siobhannak, és fú, nem is tudom, kit képzeltem Ágnesnek, meg John Lockwoodnak, de őket kicsit átlagosnak, de nyilván jóképűnek és szép lánynak képzeltem. De nekem Robert De Niro, nem Colin Firth. Jaj, de szeretem a Bridget Jones-t, meg fogom nézni most az ünnepek alatt. Megint egy idézet. Egész életemben egy ilyen helyre vágytam, ahol önmagam lehetek, és félelem nélkül szembenézhetek a boldogsággal. Szép. Egyébként, ami szerintem még nagyon szép, az bejelöltem egy részt. Kicsit már talán nyálas, de nekem tetszett azért mindjárt. Csak van egy kérdés. És szerintetek mi van az esernyőkkel? London, britek és esernyők. Imádtam, egy esernyő alatt ismerkedik Ágnes. Ja, Júlia írja az esernyős részt, igen. Ami nekem nagyon tetszett, amikor csókolóznak, és jó, tényleg picit már nyál, de jó az eleje. Azt mondja, egyébként pont megtaláltam a kézenfogva sétárnak az esernyő alatt, de nem ez a rész az, hanem bejelöltem, szerintem a 12. fejezet eleje, nem, 10... Jaj. Mindjárt. Így egyébként könnyen megtalálni, hogy új oldalakon kezdődnek a fejezetek. Mármint amúgy könnyű lenne, hogyha nem bénáznék most. Picit türelmet kérek szépen. Egyébként szerintem minden második oldalon van valamilyen irodalmi utalás. Jó, ez még nem az, mert itt van az esti piknik. Na, szerintetek? Ki mire tippel, mikor találom meg? Valaki keresse meg nekem a csókolózós, nézd, hogy hanyadik oldalon van. Amikor úgy kezdik a fejezet, hogy csókolóznak egymással, lehet, hogy még később van léted. Itt van, igen! Na, olvasom, 2009. oldal. Azt hittem, hogy korábban van. Szóval tényleg nyár, de szerintem szépen meg van írva amúgy. Vannak olyan csókok, amelyek megállítják a világot, megbénítják a levegőt, megfogyasztják az időt, és megakasztják a gondolatot. Ilyenkor maga az élet is meghúzza magát, mert attól fél csapkodásával megzavarja a rendkívüli találkozás varázslatát. Azok a gyerekek, akik valamikor hangosan tapsoltak, mert hittek a tündérekben, felnőttként megértik, hogy vannak ilyen csókok, amelyek megállítják az időt. Nagyon szép szerintem. Közben megszedem szét a hajamat. Nézem, miket írtok még. Van az egyik hullám, csak nagyon szúr. Tökéletes a vége. Na, a végéről beszéljünk még. Tökéletes a vége. Én valahogy nem éreztem valódinek Edward és Siobhan szerelmét. Miért nem Siobhan? Igen. Ágnes és John kapcsolata, meg az ultimate romantikus love story, a mese csúcsa. Egyébként én is inkább ezen a... nem is véleményen, de... ezt az érzést érzem magaménak, hogy amúgy én sem annyira... tetszett egyébként
a Siobhan és Edward vonal is, meg a maga az, hogy könyvkereskedők, és hogy én úgy képzeltem el, hogy ők egy ilyen idősebb szerelem, egy idősebb pár, de azt nem nagyon értettem, hogy a Siobhan például miért van ennyire kiábrándulva, és miért nem akar hozzámenni az Edwardhoz, ugye az elején van, hogy már megkérte a kezét. De nekem is a John meg az Agnes vonal egy picikét. A vége szellemes volt, amikor azt hitte, hogy Dániába fog menni, és aztán kiderül, hogy csak a szomszédos kisvárosba megy, vagy talán lehet, hogy Londonon belül is van, már nem emlékszem, hogy hova megy pontosan. De egyébként igen, az jó, amit Judit ír, hogy valójában mindkét szerelmi szál tök jó volt, mert hogy az egyik fiataloké, a másik pedig az idősebbeké, és hogy így jól kiegészítették egymást. Olyan langyosnak tűnik Edward és Siobhan szerelme, mintha csak... Aha, azt mondom, kérdezem tettek a szerelemről, azért mindenki erre ír. Az a fura, hogy nem szerettem olvasni, mert nekem nagyon lassú volt, na, itt egy negatív kritika, de visszagondolni rá a hangulatára, a karakterekre meg nagyon jó. De érdekes. Lockwood és Agnes első sétája felidézte bennem a párommal, tehát első közös sétánkat, és az akkor átesett, átélt érzéseket, pedig már lassan 15 éve történt, nagyon jó eset felidézni, de jó, amit Csilla ír. Kicsit magamat láttam Ágnesben, mert sokszor éreztem úgy, hogy lehet, hogy anyagileg nem lenne a legjobb választás, de lehet, hogy sokkal boldogabb, lennék könyvesbolti eladóként. Bizony, 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 bizony. Livingstone a könyv vége felé megfiatalodott, el is kezdtem kételkedni, hogy idős lenne. Egyébként igen, ebben van valami, de valahogy én azonnal idősnek képzeltem. Ja, közben kérdeztek, hogy hány évesek, amúgy nem tudom. Nem kell lehújnunk a szemünket, hogy elmondjunk, elég, ha olvasunk. Jaj, de jó idézet. Köszönöm. Köszönöm, Bernadett, hogy beírtad. Nagyba bekarikáztam én is a könyvben. Igen, ez is jó, amit Molly ír. Molly... vagy Dóda Molly. Számomra a legjobb élmény a könyvvel kapcsolatban az írónő érezhető London szeretete volt, ilyen utazásmentes időkben is a városba varázsolt az oldalakat olvasva. Egyébként így van. Amúgy majdnem az lett a téma ebben a hónapban, hogy valami, ami ilyen nagyon London hangulatú, de aztán kicsit nehéznek éreztem, úgyhogy maradt az e-havi téma. Ahhoz kicsit kibővítettem ezt, hogy nem London, hanem egy idegen helyen kell, egy külföldi helyen kell megállni a helyét a főszereplőnek. Hát lapozzatok vissza, most mind elkezdtetek arról beszélni, hány éves, fogalmam sincs egyébként. Lehet, hogy nincs is benne a kora, csak attól függ, hogy képzeled el. Nekem a kedvenc karakterem Dresden asszony volt, aki ekkora szenvedéllyel él együtt az olvasmányaival, illetve Olivier, aki kedvesen kotnyeres, és nagyon cuki, amikor bűnbánóan visszaadja a naplót. Igen. Idézet, és egyetlen engedményt teszünk a franciáknak a fölényes kultúrájuk tekintetében. A nyomorultakra gondolsz? Nem, a pezsgőre. Na, az ilyeneket imádtam, és mondom, ez nekem nagyon Gilmore, tehát a Gilmore-ban tele ilyen poénokkal, hemzseg. Ez az idézet is tetszett, írja Judit. Ki kell mozdulnunk otthonról, hogy rádöbbenjünk, mégiscsak a bolygó napos oldalára születtünk. Az mindentek, hogy valahol azt a 40 körüli, franc tudja. Nekem, én azt éreztem sokszor benne, hogy Ágneshez inkább apukaként viszonyul, és soha nem volt olyan kémia köztük, hogy akár tetszhetne neki. Ezért szerintem az én fejembe azonnal jött a Robert De Niro kép, és ezért kizárta azt, hogy mondjuk 40-es legyen. Úgyhogy szerintem ez az oka, hogy én például idős karakter, idősebb karakter, de nem annyira időset, hogy például ne lehessen még mondjuk egy házassága, de mondom, egy ilyen 50-60 közötti karaktert, 50-es elején járó karaktert képzeltem el, Ágnes meg 20-valahánynak, szóval, hogy inkább kávé apja lehetne. De nem tudom, mi volt a pontos, lehet, hogy csak elsiklottam a kor felett. Közben írjátok, hogy valaki idős bárcsikaként, én valahogy a kettő között.
Meg igen, utalás volt arra, nagyon jól írja Dóri, hogy nehezen mászta meg a lépcsőket, meg hogy minden a fájt, és ezért is kell kisegítő munkatárs, úgyhogy ezek azért, ezek utalások arra, hogy azért nem egy 30-as fickó, vagy nem is 40-es. Igen, pont ezt érte valaki, ezért kell neki kisegítő, oké. Egyszerre egyre jár az agyunk. Jó, Timi is írja, hogy ja igen, 40 éve volt könyvkereskedő, szóval minimum 60 tényleg. Yes, yes, yes. Akkor nem emlékeztem rosszul. Nekem is Robert De Niro írjátok. Ágnes, te vagy. Én vagyok Ágnes. Én is idős, 50-től, jó módú, eleganciával képzeltétek. Tom Hopper volt a fejemben. Tom Hopper? 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 Most hirtelen nem tudom kicsoda egyébként. Ágnes hangosan olvasta neki a Pán Pétert, olykor egy-egy leleplezett elérzékenyüléstől terhes kiszületet tartva, hiszen vannak olyan könyvek a világon, amelyek mindig ugyanolyan illúziókkal teli lelkesedéssel olvasunk, mint először. Nekem ez a Harry Potter. Mennyi az idő? Még csak 9 múlt, jól jár az óra? A csókos időzetnél vagytok, akkor valószínűleg még jócskán vannak kommentek. Még a végén is van muglis utalás azokra, akik nem a könyves világukból valók. Igen, egyébként van. Közben nézem, hogy van-e valami. Nem, ezeket mindet felír. Nézem, hogy miket írtok még. Csak kicsit közelebb jövök. Aha, valaki írja, hogy az Ollivandert képzelt el a Harry Potterből a pálca készítőt. Jaj, közben hogy mutassam meg nektek, ha már Harry Potter. Nagyon komoly Harry Potter fánk lett. Ma konkrétan, na most azok kedvéért, akkor, akik itt maradtak eddig, megmutatom normálisabban, bocsánat, megmutatom normálisabban nektek. Szóval Harry Potter fa. Jó, közben nem lehet elfelejteni a telefont, de oké, megtanultam. Van ugye a kis tesznek süvenkel, 9 és 3. vágány, meg cikesz, meg Harry Potter behívó levele, vagy felvételi levele, és van Dobby. Itt ül Dobby a pálcával. Hát mekkora forma. Az Ollivander ütött eszembe. Úgyhogy teljes karácsonyi hangulatban imádom. Jaj, majdnem a befejezésre mentem. Milyen szomorúak lettetek volna biztosan. Úgyhogy gyertek megnézni a karácsonyi dekort is a Libertinben, ha van kedvetek. Ma megcsináltuk Márti barátnőmmel. Nézzük. Lemegyek a végére, megnézem, hogy milyen komment. Jaj, írjátok, hogy milyen szép. Dobi, igen. Mindig kell, hogy újítás. Ugye tavaly a Tesla csüveg volt új, most a Dobi az új, olyan aranyos, hogy ott ül alatta. 21-27, akkor nem jár jól az óra a Libertinben. Megállt az idő 9-kor. Azért éreztem én, hogy szerintem már azért egy jó ideje beszélgetünk itt. Na hát akkor lassan viszont el fog búcsúzni, mert kezdek azért most már fáradni. Összességében remélem, hogy tetszett nektek a könyv. Szerintem nagyon-nagyon jó volt. Én nagyon szerettem, és én úgy láttam, hogy ti is egyébként szerettétek, ami nagyon nagy megnyugvás nekem, hogy sikerült megint talán egész jól választanom. És zárásként akkor néhány közérdekű, hogyha megengeditek nekem. Egyrészt január, december 1-én jön az új téma. Izgatottan várom, hogy mit szóltok majd hozzá, meg a közös könyvhöz is, ami egy nagyon picit szerintem olyan típusú lesz, ami illik ehhez a decemberi hangulathoz. Szóval, aki szerette szerintem a Holtsugarat, az szerintem imádni fogja amúgy a decemberi közös könyvünket. A karácsonyi boxot nem tudom megmutatni, mert nem találtam meg, mert egy összekészítve itt van már, de a már többi máshol van, mindegy, nem mutatlak benneteket a logisztikai részletekkel, de annyit elmondhatok, hogy már nagyon-nagyon kevés van, úgyhogy ha valaki szeretné a karácsonyi dobozt, ami ugye azt jelenti, hogy elsőjén, amikor felkerül a NIOC-ba a téma, már csöngetni fog a futár ezzel a dobozzal, amiben benne lesz a közös könyv, a bögre, a libertines bögre, egy forró csoki,
egy libertines, illetve niokos gyertya, amit a saját kis kezünkkel öntöttünk egyébként a libertin csapattal, meg egy libertines toll, ezt a kis karácsonyi boxot, hogyha megrendelitek, amiből még egyszer mondom, 200 limitált készült, és már nagyon-nagyon kevés van belőle, én meg vagyok döbbenve egyébként, hogy hónap végén ilyen sokan már megrendeltétek, de nagyon-nagyon örülök neki, és ezek szerint van erre igény, úgyhogy majd csinálunk Valentin napkor is, meg majd csinálunk, nem tudom, nyáron is, strand, vagy nem tudom, nyáron a születésnapomra csinálunk. Úgyhogy nagyon örülök neki, mert csak reménykedni mertem benne, hogy ilyen népszerű lesz. De gyakorlatilag most már csak néhány 10 darab van, úgyhogy aki akarta, az vagy akarja, az még rendelje meg. Nem tudom, hogy elsőig marad-e, de elképzelhető egyébként, hogy a közös könyv kiderülése után is még lesz. De mindegy, a lényeg az, hogy azért már nagyon kevés van. A másik pedig, hogy írjátok, hogy a levél tette különlegessé, de cukik vagytok. Igen, egyébként még ezt akartam pluszba elmondani, és akkor ehhez kapcsolódik picikét a... Nézem, hogy van-e kérdés? Nincs. Kapcsolódik ehhez picikét a... Írjátok, hogy vehetek a boxot, de jó. A közös könyvet rendelni, azokra a könyvekre fog kerülni a közös könyvmatrica? Igen. Igen, igen. Jaj, de jól áll a hajam. Igen, azokra rákerül a közös könyvmatrica többnyire. Igazából a boltban jelölésként szoktuk használni, de hogyha igénylitek, hogy legyen rajta a Libertin, vagyis Niok közös könyvmatrica, akkor mindenképpen rátesszük. Szóval, ha szeretnétek, akkor rátesszük mindenképpen. Na, tehát amit ki akartam nyögni végre, az az, hogy az előfizetést még egyszer el szeretném nektek mondani, hogyha benne vagytok, hogy a helyen kicsit figyelmetekbe. Ugye most a decemberi hónappal gyakorlatilag lezárul az elmúlt 5 év a NIOC-ban. Egyébként a 100 könyvem kiadva, nem tudom, láttátok-e, én rendkívül büszke vagyok rá, mert szerintem valami gyönyörűséges lehet, iszonyúan szép ezek az aranyfelirattal. És ebben az összes közös könyv és az összes elmúlt 5 év NIOC témája benne van, mindjárt meg is mutatom. Itt az összes könyv, amit már kibeszéltünk. Azt hiszem, ma volt a 40. könyvünk. Itt pedig az összes közös téma, amit az elmúlt években, amiben együtt olvastunk 5 éven keresztül, és itt pedig van hely a 2022-esnek. És akkor itt pedig az előfizetéses kártyák, akik ezüstöt vagy aranyat választanak, azoknak fél vagy egy évre minden hónap elején automatikusan megy majd a közös könyv. Ezt ingyenes szállítással hálálom meg, szóval ha nem akartok szállításért pénzt költeni, akkor például ez egy jó megoldás lehet. Egyébként így néz ki a hátulja, gyakorlatilag a Libertinnek a grafikáját látjátok, odaírhatjátok majd a neveteket. Ez egyébként csak egy kis jelképes kártya, hogy megháláljuk azt, és ti magatok is tudjátok, hogy előfizetők vagytok. Ez borítékban érkezik majd hozzátok, ha előfizettek. Januártól érvényes, és még egyszer mondom, szerintem ajándékba anyának, apának, anyának inkább, kollégának, barátnőnek, férfiak figyelmébe ajánlom, hogy szerelemnek, vagy hölgyeknek ajánlom, hogy szóljanak a férfiaknak, hogy esetleg ajándékként ez hasznos lenne. Szerintem baromi menő ajándék. Egyébként nyilván, mivel én találtam ki, azért én könnyen ajándékozom bárkinek, de én is tervezem majd barátnőknek adni, mert szerintem ez tök jó minden hónapban automatikusan. Akár mint egy virágcsokrot, nem virágcsokrot küldünk, vagy küldenek, hanem kapjuk a GLS-től, illetve a Libertintől a közös könyvet, és azt se felejtjétek, hogy ráadásul, hogyha ilyen extra van, mint például most is, hogy az én levelemmel készül, vagy haskötővel, akkor értelemszerűen ebből kaptok majd. Úgyhogy éltek a lehetőséggel. Egyébként bármikor meg lehet venni, értelemszerűen az egy éves, az nem fog átmenni új évre, szóval ezt úgy érdemes megvenni, hogyha most veszitek meg, és akkor egy éven keresztül ez érkezik. Ez pedig fél éves. Először úgy gondoltam, hogy januártól júniusig, júniustól decemberig, de aztán győzött a lelkiismeretem, és úgy döntöttem, hogy bár logisztikailag borzasztóan nehezíti az életünket, de kiállítástól számított 6 hónapig érvényes, úgyhogy mert egy Excel táblázatban vezetni fogjuk azt, hogy ki mikor váltotta ki, és meddig érvényes neki a kártyája, és ezért az ezüstnél majd ide is tudod alulra írni, hogy neked meddig érvényes, hogy ez téged is emlékeztessen. Na hát így néznek ki ezek a dolgok, amik szerintem az idei legmenőbb könyv, moly ajándékok. Én pedig így nézek ki, és most szerintem itt az ideje, hogy búcsúzzak is. Van még valami kérdésetek? Mert akkor még arra gyorsan válaszolok. Pa, 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 pa.
Kérdezi Timi, hogy le ezután mindig új közös könyv lesz-e. Na, ezt akartam még egy kicsit elmagyarázni nektek, hogy egyébként ideje, ha megnézitek, már azért olyan könyvek vannak, amik újabbak, nem mondom, mindig friss megjelenés, de újabbak. És ennek egyébként az az oka, hogy nem akarom megszivatni azt, aki olvasna velünk, de nem tudja beszerezni a könyvet. Tehát azért látom, hogy egy-egy könyvtárból gyakorlatilag azonnal eltűnik a közös könyv, nem, mint hogy nem ellopják, hanem hogy kiveszik a közös könyvet. Persze, hogyha mondjuk Kis herceget olvasunk, vagy egy Utas és holdvilágot olvasunk, az jó eséllyel azért megvan egy boltban is, meg a könyvtárban is, de alapesetben viszont nagyon szívesen olvastatnék veletek egy csomó olyan könyvet, amit például én nagyon szerettem, és ott van a kedvenceim között. Például ott van Domenico Starnone, a Hurok című könyve, az egyik kedvencem, de lássuk be, nagyon kevés embernek van meg, és nem adja már ki újra a kiadó. Tehát gyakorlatilag mi történne? Az történne, hogy itt vagytok több ezren, szeretnétek olvasni a közös könyvet, és nem tudjátok beszerezni. És ezért vagyok rákényszerítve arra tulajdonképpen, kvázi a ti érdeketekben, hogy azért valamennyire új könyv legyen, amit be lehet szerezni. Úgyhogy ez talán egy kis kulisszatitok, de nem olyan nagy titok, elárulom nektek, hogy én mindig azzal kezdem a közös könyv feltérképezését, hogy megnézem, hogy elérhető-e. Megkérdezem a kiadót, hogy elérhető-e az összes könyvesboltban, meg van-e belőle annyi, hogyha itt rászabadul az egész NIOK közösség, akkor ne az legyen, hogy ja, amúgy az országban 3 könyvesboltban van, mert most már kifut mindjárt, és nem nyomjuk újra. Tehát ezek nyilván már ilyen szakmai szempontok, de muszáj erre is figyelnem, mert nem akarok veletek sem kicseszni, na. Úgyhogy a könyvtervezésre visszatérve, igen, amúgy tervezek majd olyan könyvet, ami lehet, hogy egy régebbi kiadás lesz, és akkor majd lehet könyvtárból is kihozni, és nálam pedig majd, hát van egy olyan tervem, hogy minden évben egy, nem akarok az abban ilyeneket elszólni, mert így is látom, hogy néhányan próbálják leutánozni, vagy lekövetni azt, amit csinálok. Ami nem baj persze, csak hogy így inkább óvatosan bánok a kijelentésekkel, de hogy lesz majd olyan, amit szerintem akkor maradjunk annyiból, hogy könyvtárból is ki lehet hozni, de nálam meg lehet majd kapni különleges verzióban, de alapvetően például ilyen volt a Hajnali Láz is, hogyha emlékeztek, nem olyan régen volt, hogy nálam speciális verzióban lehetett kapni, úgyhogy inkább erre törekszem, hogy amit nálam vesztek, aki nálam akarja venni, vagy lojális annyira, az ezt a közös könyvet és nálam akar beszerezni, és lojális annyira hozzám, hogy tőlem szerzi be, az legalább ami különleges verzióban kapja, hogy valami plusz tudjak adni hozzá, ami nem kis fejtörés, de legalább izgalmas és kreatív minden hónapban. Úgyhogy, na, de ne ugorjunk ennyire előre, mert még nincs december sem, és a decemberi könyv minden esetre már megvan. Most a különlegesség ez a karácsonyi doboz, úgyhogy aki szerencsés, meg ügyes, meg gyors, az meg tudja ezzel szerezni. Többiekkel meg egyébként bárhol beszerezték a könyvet, utána nálam is külön, és a két ünnep között 27-én hétfőn lesz a kibeszélő, úgyhogy már most, aki ezt nézi, vésse be a naptárába, kivételesen hétfőn, mert ugye karácsony 26-a vasárnap, úgyhogy 27-én hétfőn tervezem a kibeszélőt. Szerintem még azért meglátom, hol leszek az ünnepek alatt, meg hogyan, meg merre, úgyhogy még lehet, hogy még ezt kigondolom, hogy vagy inkább kedden 28-án jobb lenne-e, de na mindegy, visszatérünk még rá. Jó, megbeszéljük veletek is, ki fogom írni, és folytatjuk, és lesz egy ilyen kis karácsonyi kibeszélünk. Na, vigyázzatok magatokra, elköszönök. Remélem mindenki mindent tud, mindent ért. Mikor lesz kapható a bögre? A karácsonyi doboz után majd valahogy szerintem december közepétől, de majd a webshopban megtaláljátok. Januári megvan már, igen, egy 2 hónapra előre, de egyébként próbálnám nagyon sokkal előrébb is, közben várjátok, van kérdés, úgyhogy nem megyek úgy el, hogy nem válaszoljak meg párat. Igen, írja Kinga, sokkal jobb, mint egy csoki vagy egy virág, igen, mármint a közös könyv ajándékozása, más már szólt a férjének. A 100 könyvembe írt a Viki, mert bekerült az első olvasmány, de jó, na hát ez a legkirályabb. Igen, írja egyébként Cynthia is, hogy a könyvtárból várta a közös, de nem jött vissza, ezért megvette. Utólag örül, hogy megvette, mert a közös könyveket emlékként őrzi, de jó. Egyébként majd akarok hónap, a két ünnep között ilyen, mivel hogy most a két ünnep között egészen hamar lesz a közös könyv elolvasás, ezért azt találtam ki, hogy ilyen 29-30-a környékén akarok majd egy szavazást tartani arról, hogy melyik volt a legjobb közös könyv ebben az évben, úgyhogy majd gondoljátok át, meg hogy ti hányat olvastatok, úgyhogy aki most itt van velem, és nagyon sokáig fönnmaradt, és ilyen elhivatott, és itt maradt, és nagyon köszönöm neki, az gondoljátok, hogy hányat olvasott az évben, legalább előre dolgozhat, és hogy melyik volt a kedvence,
és majd tartok egy ilyen nagy közöst, és akkor akik kommentelnek, azok között majd, mit tudom, kisorsolunk egy 100 könyvemet, vagy valami ajándékot, úgyhogy majd egy ilyenre készüljetek. Közben lejtettem mindent. Mennyiben előre találom ki, megvan-e a januári, megvan, erre már válaszoltam félig meddig, de akkor most befejezem, hogy igen, próbálok azért jó pár hónappal előre gondolkozni, nem mindig sikerül. Ez speciál, ami nem ez, hanem a holtsugár, az meg volt jó pár hónappal hamarabb, meg a úristen, majdnem kimondtam a decemberi közös könyv címét, meg a decemberi közös könyv is megvolt már, meg a januári is most már úgy tűnik, hogy megvan, meg vannak ilyen jelöltjeim, de most mondom, még egyszer azon dolgozom, hogy valamilyen különlegesebb verzióban legyenek, meg hogy ugye a témához is passzoljanak, szóval, hogy így azért még agyalni kell sok mindenen. Na hát, más kérdés, ha nincs, júj, mik vannak itt? Jaj, effektekre rámentem. A dedikált hajnalra ez a legjobb. Igen, az nagyon nagy élmény volt ebben az évben. Berta Péter, szia! Na jó, én elköszönök. Sziasztok, sziasztok! Most már nincs is kérdés, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Szép estét, és köszönöm, hogy most is velem voltatok. Puszi!